Üdvözletünk! Ez már a harmadik E3-os hír összefoglalónk, és az a helyzet, hogy én gyanítom, hogy ezúttal sem fogtok unatkozni. Szerintem vágjunk is bele, kezdjük gyorsan a rövid hírekkel. Sam Lake a Remedy társalapítójának legutóbbi Twitter bejegyzése alapján újabb Alan Wake játék mutatkozhat be a 2012-es Expo-n. Bár azt még nem tudni, hogy még egy letölthető történet rejlik a bejelentés mögött, az American Nightmare-re hajazva, vagy végre eljön hősünk második rettegésekben gazdag kalandja. A Stalker készítői újra összeállnak, és új stúdiót alapítva visszatérnek a videójátékok rengetegébe. A Union Studios első játéka egy PC, Xbox 360 és PlayStation 3 platformokat használó AAA kategóriájú shooternek ígérkezik, amiből az első artworkök már nyilvánosságra is kerültek. A Dead Space harmadik részéből, legalábbis a több játékos módjából kidobták a kompetitív mód lehetőségét, a multi csak kooperatív szórakozásra ad majd lehetőséget. A co-op-ban játszók extra átvezetőkkel gazdagodnak, de semmivel sem kapnak kevesebbet történetileg az egyedül randalírozók sem. Hollywoodi színészeket foglalkoztat a Quantic Dreams a következő játékukhoz, a Beyondhoz. A játékból való Kara névre hallgató tech demo szépségét ezzel már meg is magyarázták, valódi emberek valódi mozgását, valódi mimikáját használják fel a programban. A Nintendo következő konzoljának, a Wii U-nak a nyitó címei közé kerülhet a Rayman Legends. Az szinte 100%, hogy a lehető legtöbb platformra megjelenik a játék, de jelenleg csak a halál, a rendőr és a Wii U portolása biztos. A Microsoft új kiegészítőt hoz el az Xbox 360-hoz egy tablet formájában. A készülék segítségével távolról is vezérelhetjük konzolunkat, de önállóan is használható lesz. Azonban az Xbox Smart Glass-t inkább egy több platformos applikációnak lehetne titulálni, mint különálló zsebgépnek. Az alkalmazást Windows telefonokra, Windows tabletekre, Android készülékekre és iOS kütyükre is telepíthetjük. Ezek mellett a Microsoft bővíti a multimédia szolgáltatásait, az Expo-n a Smart Glass-szal együtt mutatja be a továbbfejlesztett TV szolgáltatását és az Xbox Music lehetőséget is, amivel kedvenc zenéink, videóklipjeink közül szemezgethetünk. A cég tervei szerint éveken belül az Xbox 360 lehet a legnagyobb és leghasználtabb média központ a világon. 2013 elején várható a Xenoclash folytatása. A belső nézetű bunyós játék szerepjátékos elemekkel és teljesen nyitott, felfedezésre váró világgal tér vissza a képernyőkre, méghozzá multiplatform címként. A trendekhez híven a kooperatív mód sem maradt ki a kínálatból, amibe akkor csatlakoznak és akkor lépnek ki a haverok, amikor csak akarnak, sok befolyása nem lesz a játékmenetre a játéktér elhagyásának. A Nintendo ígérete szerint sok új információt tudhatunk meg a Wii U-ról az Expo-s bemutató alatt, de némi iránymutatásra már az előző esti kis félórás sajtókonferenciáján is szolgáltatott a nagy érdeműnek. Az átszabott, kényelmesebb, analóg karos, internetezésre, videócsetre és tévétávirányításra alkalmas kontrolleren túl a legfontosabb talán a Wii U közösségi rendszere. Az év elején volt róla szó, hogy pontosan ezen rendszer miatt átnevezhetik a gépet Nintendo Network-re, azonban szerencsére nem került erre sor. Az úgynevezett Miiverse funkció beépítése segít folyamatos összeköttetésben lenni a többi felhasználóval, akik nézhetik a játékunkat, vagy épp a trollkodó kedvűek minősíthetik a tehetségünket. A Nintendo ezen módon változtatja az egyszerű single player játékokat multis élmény nyújtó címekké. Sőt, még egy Wii U Pro Controller is elérhető lesz a kemény vonalas gamereknek, ami csöppet talán a Microsoft Xbox 360 kontrollerére emlékezteti az embert. A Halo 4 Spartan Ops módja egy kooperatív küldetésrendszert akar. Annyi már most biztos, hogy elfelejthetjük a már megszokott együttműködő missziókat, gigászi történeteket fog elmesélni a játék még kooperatív módban is. Sőt, mi több, már most további évadokat is betervezett a Free for Free Industries a módozat folytatásaként, az, hogy mikor látnak napvilágot, már csak azon múlik, mennyire lesz elterjedt a játékosok között a Halo 4 kooperatív kampányának a használata. Ha sikerül összefogni a játékosokat, még hosszú évekig kaphatjuk a friss történeti szálakat a játékhoz.
Ugyan nem sok az esélyre, de azért reménykedni lehet, hogy a Blizzard konzolportolást készít a Diablo 3-hoz. Hihetetlennek hangzik, de nem olyan régen egy német webáruház polcára felkerült a PlayStation 3-as verzió, amiről ugyan már régen beszélnek, de az utolsó infók szerint megvalósíthatatlan volt, és törölve lett a termék még az áruház listájáról is. Az biztos, hogy a cég nem vesz részt az E3-on, de a Sony sajtótájékoztatóján hát ha elhintenek majd valamit. Csevat Jerli, a Crytek vezetője az E3-on kívül azt nyilatkozta, hogy nagy valószínűséggel a következő generációs konzolok lesznek az utolsók, aztán a játékokra orientált gépeknek leáldozik. Az ő szemszögéből nemhogy megölik a PC-t ezek a gépek, jóval inkább erősítik. Véleménye szerint a hardcore gamerek fogyóban vannak, a legtöbb játékos már csak a pár dolláros címekre fektet be. Azt se felejtsük el, hogy a PC-ben sokkal több a lehetőség, mint akármelyik konzolban, hiszen egy folyamatosan fejlődő platformról van szó. Ezúttal is megköszönöm a figyelmeteket, de azért biztos jelentkezünk még néhány E3-as hír összefoglalóval. Sziasztok!